the local, as the Jomi guys, locals, remélem, hogy Csábi nem figyel minket Berlinből, és nem fogja letérni a lábam, de megpróbáltam mindent úgy csinálni, hogy neki is tetszen. Van egy egyetlen egyetlen egyébként ebben is, ahol lehet, hogy kifagy, reméljük, hogy nem fog. Egyébként idén az Amigás demók, illetve intrók olyanok voltak Revisionon, hogy aki idén nem volt Revision, az nagyon várhatja, mert sokak, tehát sok nagy Amigás alkotó szerint az elmúlt 20 év legnagyobb demó és intro kompója volt. Ebből próbálok nektek most egy ízelőtőt adni első körben a Signals a hangzsoktól.
Na, szóval ez volt a demokombó negyedik helyzetje egyébként, tehát elég magasra tették a srácok a létszet, mint ahogy egyébként arra már utaltam. Mivel tudom, hogy van köztünk most legalább kettő olyan vendég, aki még nem nagyon látott demószerét, meg úgy általában érgetett, mondanám, hogy egyébként azok a számítógépek, amikről ezeket a demókat, illetve intrókat is le fogjuk vetíteni, azok ilyen 87 és 92-95 között készültek, tehát ebben a számítógépben most éppen megy is előttem a legfiatalabb, amit viszont az 1995-ös, és összesen 50 MHz az olyan a processzornak. Ja, és nincsen benne GPU, tehát hogy bármi 3D-t, amit látunk, azt ugye 3D gyorsítás nélkül kell ezeknek a programozó srácoknak megoldani. Következő release pedig az Origins nevezető Unity csapattól, ez pont az előző után nézett egy helyet, tehát 5. lett. We'll be right back.
Slyász kérdezte, hogy ez a csúcs a sebességben. Van ennek a kártyának olyan verzió, amit föl lehet húzni 72 MHz-ig, a Charlie-nak egyébként van ilyen. Egyrészt arra már kell egy műtés, másrészt azon jóval folytonosabb olyan kell. Tehát ha valaki megnézi a felvételeket a YouTube-on, amit a CQ user alatt vannak, azok egy 72 MHz-es verzióval lettek fölvő, ez stock 50 MHz-es ennek a kártyának a teljesen stock, nem tudni volt verziója. És egyébként, na most jön az érdekesség, csak hogy kicsit lássuk, hogy mi a nehézség ezekben. Tehát egyrészt most kell majd imádkozni, hogy ez a demo egyébként, hogy Brutalism névre hallgat, ne fagyjon le, és egyébként a régi platformon való demo futatásnak az érdekes, hogy vannak olyan demók, amik nagyon háprisak arra, hogy előtte ne szemeteljen valaki a memóriába. Ez például ennek pont az ellenkező, ő azt szereti, hogyha már valaki bevalagította a hardware-t. Reméljük, hogy most kedves lesz hozzánk, és lefut gond nélkül. Hogy mi? Ki fagy az Amiga, vagy mi? Nem az Amiga fog ki, drága barátom, tehát a szar... A béna kódolók? Az Amiga kódolók? Igen, az a... Na, Brutalism. Nyilván a neve az nem véletlen. Thank you.
ez még jó hozzam benne. Hála Istenre, elfogyatlan, úgyhogy örülök neki, most viszont még egy kívül a képet. Mert a következő viszont nagyon nem szereti, hogy előtte futok bármi. Ez már csak ilyen. Ja, és egyébként szeretném olyan megragadni az alkalmat egyébként, hogy megköszönje egyébként Rathmannak a hathatós támogatását, nélkül a mai demóshoz nem jöhetett volna létre, úgyhogy köszi Rathmann. Ugye a Csáli barátunk már nem él Magyarországon, azért a Rathmannhoz szoktam harcba segítségére futni, amikor már megvan. Halló, nincs? Kicsit rövid, de belős. De szép színes van. Következő víz pedig Mark Zilla névre hallgat. Hát nekem ebből a demo kompóból az Omega 1200-ra írtam, hogy közül a kedvencem. Hihetetlen. Mikor akkor olyan érdekességet elmondom, hogy egyébként ugye az előbbi sorrendben megnéztek, hogy 4., 5., 6. helyezett, ez a 3. volt, és majd kicsit később rá fogta jönni, hogy az első és a második helyzetet miért nem most fogyasztják, de ennek ilyen technikai feltételei és érdekességek lesznek. Yeah, that's a good one.